Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt a köztér, és hát ilyenkor veszi észre az ember, hogy mennyire rohan az idő, hiszen eltelt egy hónap, és stúdiónk vendége, ahogy azt már megszokhatták, így havonta egyszer Cserpalkovics András polgármester. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy a városunkról beszélgethetünk, és köszöntöm természetesen a televízió kedves nézőit is. És azt hiszem, hogy itt a műsor elején egy fontos aktualitás, hiszen azért vasárnap volt egy választás, hétfőn elindult a szokásos menetrend, a város élete az ugyanúgy folytatódott, és ugyanúgy folytatódnak a fontos ügyek. Hogyan értékeli a választási eredményt, illetve az azt követő kommunikációt? És ezt az alkalmat is kihasználnám arra, hogy megköszönjem mindenkinek, aki elment vasárnap és állampolgári jogával élt, és elmondta a véleményét az ország ügyeiről, segített megválasztani az országgyűlési képviselőket és döntést hozni népszavazási kérdésekben. A választás az mindig a demokrácia ünnepe, még akkor is, hogyha az odavezető kampány időszaka az nem mindig ünnepi, és akkor elég diplomatikusan fogalmaztam, de mégiscsak egy demokráciának az adja az alapját, hogy legitimitása legyen annak az országgyűlésnek és kormánynak, amelyik egy 4 éves ciklusban dolgozni tud. És ehhez pedig az is kell, hogy minél nagyobb legyen a részvétel. Ugye szerencsére Fehérváron szinte hagyományainknak megfelelően bőven az országos részvételi átlag és arány fölött volt a részvétel. Az azt jelenti, hogy a megválasztott két képviselő, Varga Tamás és Törő Gábor, nagy háttértámogatással a fehérváriak részéről kerül ismét a parlamentbe, és ezáltal nagy legitimáció az, ami az ő munkájukat a mindennapokba segíti. Egyértelműen döntöttek a fehérváriak is, hogy ők képviseljék továbbra is őket az országgyűlésben, és azt hiszem, hogy ez a legitimáció ez olyan, amivel tényleg élni lehet és kell is. Nem elfelejtve, hogy a győztes legyen mindig szerény és alázatos, és másnaptól már koncentráljon a munkára. A vesztes esetében pedig én gondolom, hogy alapvető kulturális kérdés, vagy a sportban is, hogy gratulálunk az ellenfélnek. Itt ez sajnos helyi és országos szinten is elmaradt, de ezt nem nekem dolgom megítélni, hanem az embereknek. Ami ennél szerintem fontosabb, hogy hétfőtől kezdve újra munka van, és hogyha visszaemlékeznek rá a kedves fehérváriak, akkor a kampány időszak kezdetén én kifejezetten kértem elsősorban a közéleti szereplőket, felhívva a felelősségüket arra, hogy amikor majd túl leszünk a választásokon, akkor is egy olyan városban ébredünk, ami a mi közös otthonunk. Tehát ne okozzunk egymásnak olyan sebeket, ami lehetetlené teszi a lokális együttműködést Fehérvár fejlődéséért, fejlesztéséért, működtetéséért. Úgyhogy most arra kérek mindenkit, pártállástól függetlenül, hogy ebben a munkában vegyen részt, és segítsük ennek a városnak a fejlődését, és az itt élő emberek mindennapjai tekintetében próbáljuk nekik minden több területen segítséget, támogatást adni. Nyilván nyerni jobb, mint veszteni. Biztos, hogy különösen, hogyha ha hosszabb ideig valakik, akár egy politikai közösség veszt, akkor azt nehéz elviselni, és ezt én emberileg abszolút mértékben megértem, de a fehérváriak döntése egyértelmű, kötelez mindenkit, győztest és vesztest, és amire pedig szintén mindenkit kötelez, nem csak, hogy elfogadjuk ezt az eredményt, hanem, hogy dolgozzunk ezért a városért, ezért a közösségért. Nagyon érdekes, amit mond, hogy elfogadni azt az eredményt. Pont mielőtt lejöttünk és elkezdtünk beszélgetni, néztem a közösségi platformot. Kovács András, az Origónak az újságírójától elkezdve, Deák Dánielig, de Tóth Gabriella énekesnő is posztolt már azzal kapcsolatban, hogy ugye a főváros vidék ellentét az hangsúlyosabbá vált, illetve hogy egyáltalában a választási eredmény, vagy az, hogy mondjuk valaki egy himnuszt elénekel, azért kaphat bírálatot. Ugye elkezdett egy ilyen zsöszvi vidéki hashtag futni most a Facebookon ezzel kapcsolatban. És hát igen, fontos lenne, hogy ilyen típusú ellentétek ne terheljék a társadalmat, és ne terheljék különösen olyan időszakban, amikor amúgy is van elég konfliktus, aminek egy jelentős része rajtunk kívülálló, de mégiscsak hat ránk. Ilyen volt korábban a Covid okozta világjárvány, és az ezzel kapcsolatos problémák. Háború van a szomszédban, ennek vannak mindenféle társadalmi, gazdasági következményei Európa egészére, így Magyarországra is. Tehát van előttünk kihívás, érdemes lenne inkább ezzel foglalkozni, de megértem, hogy ezek a mozgalmak viszont elindulnak, mert hát az első napok értékelései
azoknak a választóknak a megítélése, leszólása, néha vállalható, de sokszor inkább vállalhatatlan mondatokkal, szavakkal, az azt hiszem, hogy nem méltó azokhoz, akik magukat demokratának vallják bármelyik oldalon. Egy demokráciához hozzátartozik a választás, a választáson az emberek döntenek, ezt a döntést illik mindenkinek elfogadni. A vidéki szó pedig azért nagyon nehéz, mert egyrészt van egy pejoratív értelme a magyar nyelvben, vagy inkább a szó használatban, másodszorban pedig ugye ez azt is jelenti, hogy Budapesten kívül gyakorlatilag mindenki vidéki Magyarországon, én is vidéki vagyok, nem tartom magam agymosottnak, tehát nem kéne egymást bántani se egyik oldalnak, sem a másikat, és fordítva, lezárult egy választási küzdelem, döntöttek az emberek, munka van, feladat van, ebben van a kormánynak, van az ellenzéknek, van az országos és van a helyi politikának feladata, ezzel lenne érdemes foglalkozni, és szerintem az emberek alapvetően ezt is várják el tőlünk, és talán anélkül, hogy politikai elemzőt játszanék, a választási eredmény tekintetében mindenkinek érdemes lenne elgondolkodni, hogy ez miért alakult ki. És sok tartalmi kérdés mellett szerintem stílus kérdésekről is döntöttek az emberek, úgyhogy én mindenkitől ezt kérem. Van egy kedves barátom, aki néha föl szokta vetni azt a kérdést, hogy Magyarországon végre el kéne dönteni, hogy Budapestnek van országa, vagy az országnak van fővárosa. És ha ezt a kérdést jól válaszoljuk meg, hogy ennek a gyönyörű országnak van egy gyönyörű fővárosa, akkor ez együttműködést tesz ránk az önkormányzati szektorra is, úgyhogy én bízom benne, hogy a polgármester kollégákkal tudunk együtt dolgozni, és tudunk közösen akár föllépni olyan kérdésekben, ami fontos lehet. És egyébként egy jó példát is hagy hozzak az elmúlt napokban. Újhelyi Istvánt hallgattam éppen az ATV-ben tegnap este, és ő mondott egy nagyon fontos mondatot, ugye a tűzszünetet kért Orbán Viktor miniszterelnök úr Putyin elnök úrtól, és felajánlotta Budapestet mindegy közvetítői helyszínt, lehetőséget a béketárgyalásokra, nyilván az ukrán, a francia és a német vezetők meghívásával. És Újhely István erre azt mondta, hogy ő ezzel abszolút mértékben egyetért, és például ez egy olyan kérdés, amiben támogatni szeretné, és támogatniuk is kell a kormányt. Így is lehet, és ő azt is megfogalmazta, hogy az is tanulság az elmúlt éveknek, hogy nem kell mindig csak azért mást mondani, mert a másik oldal meg mást mondott. Ez szerintem egyébként országos szinten és helyi szinten is igaz, azzal a különbséggel, hogy helyi szinten azért a döntések döntő részét eddig is így hoztuk. Szerintem valószínűleg Szegeden is, de azt kevésbé ismerem, Fehérváron egészen biztos. Szerintem mi ebből merítsünk erőt, és így lehet tovább lépni, és így lehet a politikai kultúrát, a közbeszéd színvonalát is javítani, és szerintem bárki bárhol a himnusz pedig szépen elénekli, azt köszönjük meg, hiszen az hozzájárul ahhoz, hogy ez a nemzet és annak egysége az meg tudjon nyilvánulni. Ennek a nemzeti imánk, a nemzeti himnuszunk az egyik legfontosabb megjelenési formája. Akkor dolgozunk is egy kicsit, nézzük meg, hogy a fehérváriak milyen kérdésekkel, véleményekkel jöttek ide a mai műsor kapcsán. Tisztelt polgármester, az a kérdésem, hogy Székesfehérváron miért nem lehet rendeletet hozni, hogy a szélcsengőket a nyílt területen, a lakásokba, ablakában ne lehessen kihelyezni, illetve ne lehessen az udvarokba hangerősítő zenét szolgáltatni. Mert ez nagyon sok problémát okoz, és a jelenlegi jogszabályok alapján, se a csendháborítás, se a birtokháborítás alapján a sértett fél nem tudja egyértelműen bebizonyítani, hogy ez zavaró. És a legnagyobb probléma az, hogy tanúkat kell az egész dologhoz kihívni, és valójában az én egyéni szabadságom, meg az egyéni jogaim sérülnek, és ezért kell egy egyértelmű rendelet a tekintetben, hogy ne lehessen szélcsengő se a családi házaknál, ismételten mondom, se a panelházak erkélyre kiszerelve, illetve ne lehessen hangerősítő csak a zenés helyeken. Sok erőt kívánok, és mindenféle jót a következő ciklusra. Akkor ezek szerint így a városban úgy látja, hogy rendben mennek a dolgok? Hát annyira nem vagyok tájékozott minden részletben, de végül igen. Hát, hogy a parkokban lesz a tánc, táncest, ez igazából csak ennyit szeretnék kérdezni. Nagyon rendes polgármesterünk van, megcsinálta azt, amit egy éve kért a felesége. Nem egy éve kértem. A múzeum építésével kapcsolatosan mi egy elválasztó falunk van. Tűzfal. Ami már körülbelül 100 éve nem lett csinálva, és
polgármester úr megcsináltatta ezzel kapcsolatban, úgyhogy külön meg is köszöntem, még egyszer megköszönöm neki, úgyhogy gyakorlatilag... Soha rosszabb polgármester. Ennyi. Úgyhogy... Voltak-e már egyébként a múzeum, a megnyitott új múzeum? Még egyelőre nem, de húsvét után terveztük. Csalódott vagyok, és nem óhajtok a polgármester úrral beszélni. Nagyon sok kérdésem volna, de elhatároztam, hogy végleg szakítok. Én ellenzéki párti voltam, úgy is szavaztam, és mélységes a csalódásom. Szóval ezt a legkomolyabban mondom, és innentől kezdve a politikai dolgok nem fognak érdekelni. Koromnál fogva valószínűleg nem jön már még egy szavazási lehetőségem. Ne húzza a száját, mert ez így van. Úgyhogy ez így van, és ezért nem nyilatkozom, úgyhogy vége. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, és csalódtam. Oké? Ez a rengeteg duma, ami ment, mindegyik részről, az ellenzék részéről is. Szóval ez egy ilyen választás, hát elképzelhetetlen. Ennyire kétharmados, ilyen magasan győzni, és akkor állandóan ment a duma. Csalódtam az ellenzékbe, és végeztem vele. Nagyon jó egyébként, abszolút nagyon kellemes, úgyhogy szerintem nagyon családias a környezet is, pláne így a belváros is. Úgyhogy ezért is költöztünk ide kisgyerekkel is, úgyhogy itt szeretnénk családot alapítani. Szerintem én alapból politológus vagyok, tehát így rálátok a rendszerre, szerintem amúgy fair volt és egyet is értek az eredménnyel. Tehát így véleménynek ezt tudnám mondani. Jó, és esetleg kérdés lenne? Kérdésem nincs, szerintem minden rendben megy. És ez mit szakmai ember mondom, tehát... Így kérdezni nem tudnék, szerintem minden rendben van, és remélem, hogy továbbra is minden rendben lesz. Mármint, hogy így fog menni a fejlődés is. Nos, elég sokszínű összeállítást sikerült Rába Henriett a kolléganőmnek készíteni. Hát itt volt minden, hogy nincs probléma, megcsinálták a tűzfalat a múzeumnál. Hogyan értékeli? És köszönöm szépen a kérdéseket és a kritikát is, bár jól értettem, alapvetően az nem engem érintett, illetve nem a fehérvári történéseket, hanem a választásoknak az eredményét. Többen pedig éppen ezt gratuláltak és biztattak, és ők meg azt jelezték, hogy ők meg örülnek. Én azt kívánom először is a hölgynek, hogy még több ciklust is megéljen, és sok szavazást megéljen. Úgy láttam, hogy nagyon jó egészségnek örvend, én bízom benne, hogy így van, és ez így is marad. És azt kérem tőle, hogy ne forduljon el a közélettől, legalábbis a helyi közélettől, a városunk dolgainak figyelemmel, kísérésétől, alakulásától ne forduljon el. És én kérem, biztatom, hogyha pedig a város működése tekintetében van ötlete, kérdése, javaslata, kritikája, akkor akár közvetlenül is hozzám küldje meg. Ez nem országos politika, ez a mi közös otthonunk, így is kell, azt gondolom, hogy hozzáállunk, úgyhogy ha megtisztel engem ezzel a jövőben, akkor én ezekre igyekszem majd válaszolni. A biztatásokat köszönöm. Nagyon örülök annak, aki szerint minden rendben van. Én azért mindig hiányérzettel bírok e tekintetben. De ha azt érzik az emberek, hogy fejlődünk, és talán ez hangzott el, hogy így érdemes előre menni, akkor annak örülök, de ez mindig egy csapatmunka, ahol a polgármester csak a csapat kapitánya, de közösen tudjuk ezt a várost fejleszteni. Fontosnak tartom azt is, hogy most már koncentráljunk tényleg a helyi dolgokra. Vasárnap történt, ami történt, van, aki örül, van, aki bánkódik. Ez ilyenkor azt hiszem, hogy természetes, de még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a várost nem országos pártpolitika alapon intézzük, ha felújítunk egy utat, csinálunk egy játszóteret, megújítunk egy parkot, akkor az nem jobboldali, baloldali, DK-s, jobbikos, momentumos, fideszes, KDNP-s, hanem mindenkit szolgál ebben a városban. Külön örülök annak a fiatal hölgynek, aki mondta, hogy 2 éve költöztek Fehérvárra, és jól érzik magukat, és hosszú távon is itt szeretnének letelepedni. Isten hozta őket Székesfehérváron, és bízom benne, hogy sokáig maradnak itt városunk polgárai. Annak nagyon örülök, amikor egy fiatal azt mondja, hogy ő érdeklődik a közélet iránt, akár szakmabeliként is, hiszen ez nagyon fontos lenne, hogy jöjjenek azok a generációk, akiknek vannak új ötleteik, javaslataik, kritikáik, lendületük, és velük együtt tudjunk dolgozni.
Igen, az a bizonyos tűzfal, az úr nagyon kedves volt, a hölgynek viszont abszolút igaza volt, hogy azért nem egy egyéves történet volt, csak azt mondtuk, hogy a múzeum felújításával együtt tudjuk ezt a munkát elvégezni. Megtörtént, köszönöm, nagyon kedvesek voltak, hogy visszajeleztek, és biztatom őket, hogy nézzék meg a múzeumot. Szerintem gyönyörület kívül, belül egyaránt a régi rész és az új rész, és hát egy fantasztikusan gyönyörű kiállítás, az Árpádok, a Királyok és Szentek az Árpádokkora című kiállítás, fantasztikus dolgokkal. Épp a francia nagykövet asszonyt kísértük végig a kiállításon. Pont egy mai történet. Neki is nagyon-nagyon tetszett. Egyébként Franciaországból is érkezett két tárgy, úgyhogy a kulturális diplomáciának egy szép példája volt, ezt meg tudtam ma köszönni. Több mint 5000-en már megnézték a kiállítást, és ma is több csoporttal találkoztunk, fiatalokkal is. Találkoztam tegnap egy fantasztikus tanárral, aki az egyik gimnáziumból egy kis feladatlapot állított már össze a diákoknak, ezzel mentek végig a kiállításon, és elárulta, hogy aki jól döntötte ki, az itt néhány ötöst kapni is majd ezért cserébe. Tehát ezek szép dolgok, érdemes azt hiszem, hogy ezekben az élményekben részt venni, és megint azt mondom, hogy oda, aki bemegy, az nem jobb oldali, bal oldali, hanem egy érdeklődő ember, aki egy szép dolgot fog látni, épületet tekintve és kiállítás vonatkozásában egyaránt. A zajhatások tekintetében hát ott a problémát részben, ugye a szél okozza, azt nyilván nem fogjuk tudni megakadályozni. Azt viszont hozzátenném, hogy most is vannak egyértelmű rendeletek a csendre vonatkozó szabályok tekintetében. Részben a társasházak pedig, ugye akár a házi rendben további szabályokat állapíthatnak meg. Tehát, ha jól értettem az urat, ő is egy több lakásos társasházban él, hogy a közös képviselő megkeresésével házi rendeken lehet egyébként szigorítani. Ez a zeneszolgáltatás tekintetében is igaz lehet. Az viszont egy talán jó hír, egy kicsit elvonatkoztatva már a konkrét kérdezőtől, hogy van olyan hely, ahol nagyon-nagyon sok panaszt kaptunk, ez a például Manspresso és környezete tekintetében, gyakorlatilag a város megvásárolta ezt az ingatlant, jövő héten várható a birtokba is lépünk, úgyhogy például ezt a gondot, amit az utolsó lakossági fórumon nagyon kértek tőlünk, hogy oldjuk meg a környéken élők, ezt például meg tudtuk oldani. Tehát például a Manspresso-nál az például nem lesz. Ez a fajta zajhatás, ez meg fog szűnni, hiszen egy sűrű lakott városrészről van szó, és arról beszélhetünk. És volt egy nagyon jó fiatalos felkelés a tánc a parkokba, hogyha jól értettem. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy azt tanácsolom a kérdezőnek, hogyha összeállnak néhányan, és kitalálják, hogy ezt milyen módon, hogyan szeretnék, akkor biztos, hogy a mi rendezvényszervező csapatunk ebbe szívesen úgy segítek. Egyébként zenepavilonban el lehet képzelni. Ugyanúgy, mint ahogy most már egyébként ugye van mobil mozi berendezésünk, ami részben a Barátság mozival közösen szépen üzemeltethető, ugye tervezünk nyári mozit is, kitelepülős moziként, ugye ez volt az elmúlt néhány évben már erre példa, és nagyon nagy siker volt, akár ezeket a kérdéseket össze is lehet kötni. Abban nagyon-nagyon egyetértek a fiatalemberrel, hogy kicsit élőbbé kéne tenni a parkokat is, miközben gyönyörű, miközben zöld, miközben virágos, folyamatosan ültetjük a fákat, a városgondnokság gondozza a növényzetet, de hogy vigyünk be egy kis életet. Mondjuk ha az Icsiliget, ugye a jégpálya az hiszem, hogy hasonló, nem véletlenül, hogy nagyon szeretik az emberek, de hát megnézzük a palotavárosi tavak környékét, a Haleszt, a Bregyó környékét, Túrózsáki utat, az emberek szeretik ezeket a közösségi tereket, parkokat és sportcentrumokat, közösségi tereket egyaránt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kérdésfeltevést. Jó, akkor menjünk tovább, hiszen még egy adag kérdés sokorra készült rá a Henrietta. Az, hogy végre megszépül ez a városháza is, már nagyon ráfért egyébként. De egy gondom van egyébként ebben a belvárosi közlekedéssel kapcsolatban, hogy most, hogy ismét lezárták az Oskola utcát, hát parkolás az lehetetlenség. Én benn lakom itt a belvárosban, és hát én be tudok állni az udvarra, de alig lehet bejönni. Tehát mind a két oldalt állnak az autók, szóval ezen kéne segíteni valahogyan. Nekem most nincs különösebb kérdésem, én nagyon szeretem a városunkat, és én további jó munkát kívánok, és erőt, egészséget hozzá neki. Én ennyit különösebb kérdésem nincsen. Én csak annyit szeretnék, hogy köszönjük, hogy jön a polgármester, mert nagyon sokat számít nekünk, és egyszerűen tényleg szeretjük.
meg vagyok elégedve az egész város, ahogyan itt felfejlesztette, és én örülök neki, mivel ugye itt születtem Székesfehérváron, és szerintem ez nagyon oké, amit ő itt tényleg végrehajtott. Mi Budapestről jöttünk a múzeumba. És melyik múzeumba, és miért jöttek? Hát a királyok, szent királyunk kiállítást megnézni. Ennyi. Mert hogy hallottak róla, és mindenki... Persze, és szeretnénk megnézni. Csak nem találjuk, most érdeklődik a férjem, hogy hol van. Jobban ki kéne szerintem plakátozni, ha ennyit kérhetnék a polgármester úrtól. Mióta tervezték, hogy eljöjjenek, és megnézzék a királyok és szentek előtt? Tudtuk a tévébe, hogy megnyílt azóta, gondoltuk, hogy eljövünk valamikor. Fölültünk a vonatra, és itt vagyunk. A belváros most már kezd rendbe jönni, most az Oskola utcát is készítik, tehát rettentő örülök, mert az Oskola utca sarkán lakom, tehát az az őszintesség, és nagyon örülök neki, jó zaj van, de hát azt egy-két hétig kibírjuk mindenféleképpen. Oskola utca parkolás. Igen. Kezdjük Laci bácsival, és sportos rugalmassággal állunk a kérdéshez, és örülök, hogy a jó egészségben láthattuk. És az első kérdező is ugye az Oskola utcára, illetve a belvárosi parkolásra kérdezett rá. Szeretném megnyugtatni őket, hogy ez nagyon rövid beruházás lesz, hiszen minden munkát elvégeztünk, közműcseréket már korábban a Bartók tér rendbetételével, csak a burkolatot nem tettük le, bár egyébként a térkövet is beszereztük, azért nem, hiszen ott állt az a daru, ami a múzeum felújításához kellett, tehát tönkretette volna az új burkolatot, úgyhogy megvártuk, hogy a darut lebontsák, elvigyék, múzeum elkészüljön, és most csináljuk meg a burkolatot, tehát itt nem kell hosszú hónapokat várni. Picit türelmet kérek, ma is egyébként nagyon aktívan dolgozott a kivitelező, úgyhogy ez egy párnapos munka, elkészül, és akkor teljesen egységes lesz a Bartók tér. A belváros parkolás az valóban egy jelentős kérdés. Egyrészt lesznek bizonyos korlátozások, pont a belvárosban élők kérésére. Szeretnénk olyan beléptető rendszert, ami jobban tudja ellenőrizni azt, hogy tényleg olyan jöjjön be a belvárosba, akinek erre engedélye van. Ez még ilyen sorompós lesz? Igen, de nem szeretnénk először fizikai sorompót feltétlenül, mert az nem túlságosan szép azért városképileg, de hát meg lehet azért most már ezt egyéb technológiával oldani. Lesz egyébként egy lakossági fórum tavasszal, ahogy ezt elő tudtuk készíteni, bemutatjuk a belvárosban élőknek, a forrás egyébként ehhez a költségvetésben adott, és utána ezt remélhetőleg meg tudjuk valósítani. Azzal mindenképpen javulni fog a helyzet, hogy ugye a Palotai út felől egyszer létesülni fog egy több mint 300 férőhelyes parkolóház, ugye az az első ütem, és az biztos, hogy meg fog valósulni, és a Murvás parkoló beépítésével meg több mint 1000 parkoló létre fog jönni, ami azt jelenti, hogy azért egy nagyon-nagyon jelentős parkoló szám bővülés lesz a belváros szélén. Ez a Pláza 2-ben? Igen, a Pláza 2-ben, és ez azt leszi majd lehetővé, hogy az egész belvárosi forgalmi rendet a lakókkal közösen és a kereskedőkkel közösen átgondoljuk, és a jövőre nézve megfogalmazzuk, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Hiszen ez látszik, hogy ahol viszont nincs autó, ott azért sokkal könnyebb sétálni, ott rögtön megjelennek a teraszok, a jó hangulat, tehát ezt is érdemes lenne átgondolni, de térjünk erre akkor vissza, amikor ezek létesültek. Ausztriából látunk néhány jó példát, érdemes ott gyönyörű belvárosokban alkalmazott példákat, azt hiszem, hogy jó gyakorlatként átvenni Fehérvár vonatkozásában is. Úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak tartottam kicsit kiegészítő információként elmondani. A kedves dicséreteket azt köszönöm, különböző generációhoz tartozó fiatal, illetve régebb volt a fiatalok, ezt megfogalmazták, nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen. Lassan gyanúba kerül a tévé, hogy direkt ilyen, ilyen utcai sétálókat kérdeznek meg. De ami nekem nagyon fontos és szép visszaigazolás, hogy mosolyognak az emberek, és ez számomra mindig a legfontosabb, mert ha szeretünk valahol élni, akkor azért teszünk mi magunk is, mert hogy ez mindig egy csapatmunka, és aki ki a saját kis lakókörnyezetében megteszi a saját maga dolgát, ha Virágos Fehérvár programban részt vesz, és sorolhatná, ha használja ezt az infrastruktúrát, bejön sétálni a belvárosba, leül és egy kávét is találkozik és beszélget, ha elmegy a múzeumba, ha elmegy a sportközpontokba és használja, és sorolhatnánk, akkor lesz a város élő, és akkor lehet a további fejlesztéseknél az ebből fakadó
tapasztalatokat is felhasználni, és ezek a kis visszaigazolások meg azt hiszem, hogy mindenki számára jól esnek, a polgármester sem kivétel ez alól. Én mindig csak annyit kérek, hogy legyünk megértők a szakemberekkel szemben, higgyük el, hogy mindenki a legjobbat szeretné, szeretnénk a Kisbudait egy hónappal határidő előtt átadni, bejön egy háború, ezért nem tudjuk csak határidőben, akkor szerintem miközben mi megköszönjük a türelmet és a megértést, szerintem örülünk, hogy elkészült, és 100 éves csöveket cseréltünk ki, azbest csöveket cseréltünk ki, annak minden problémájával együtt, és most hosszú évtizedekig a közműhöz nem kell nyúlni, időről időre csak az aszfaltréteg, kopó rétegét kell majd cserélni, ami nem lesz 7 hónap, hanem sokkal rövidebb idő, ezt lássa Alló utca, ugye, amikor korábban például ez a felületi kezelés meg tudott pillanatok alatt történni. De mondjuk a Prohászkán is volt ilyen közműszere, A Prohászkánál is ez történt, a Prohászkánál van pár nap csúszás, de jövő héten az is el fog várhatóan készülni, és ilyenkor szerintem érdemes örülni. Igen, sajnos most egy olyan helyzet van, hogy az amúgy is meglévő építőipari kapacitás hiánynál például volt hosszú heteken keresztül olyan gázolajhiány az építőiparban, hogy egyszer nem volt annyi gázolaj, hogy egyszerre működjön egy aszfaltkeverő, és egyszerre működjenek a munkagépek. Már pedig aszfalt nélkül nincs mit leteríteni az útra. Pekünkre most néha esik az eső, akkor pedig egyáltalán nem esett az eső, tehát pont meg lehetett volna csinálni. Én is örültem volna, ha ez korábban készen van, de örülök a mai világban annak is, hogy legalább határidőben és pénzügyi keretek között tudott maradni a beruházás, egyik sem egyszerű. Tehát higgyük el, hogy mindenki a legjobbat szeretné, ahhoz is benne van, hogy hibázhatunk is, ezt el szoktuk ismerni, így fogunk ezt tenni a jövőben is, de higgyünk abba, hogy a szakemberek a lehető legjobbat szeretnék, annak érdekében, hogy minél több dolgot meg tudjunk csinálni, minél rövidebb idő alatt, és minél jobb minőségben, és olyan áron, ami vállalható nem csak jogilag, hanem morálisan is, és a város pénzügyi költségvetési helyzete adta keretek között is. Mondjuk volt egy érdekes megszólalás, akik Budapestről érkeztek ide, nekünk mondjuk egyértelmű, hogy hol van a Fehérvári Múzeum, de valóban akik ide érkeznek, nem biztos, hogy nekik egyértelmű. Én nagyon szépen köszönöm, először is eljöttek Fehérvárra, és megnézik ezt a kiállítást, bízom benne, hogy tetszett nekik, és visszaigazolják, hogy mind a múzeum épülete annak az új és a régi részével együtt gyönyörű lett, és nagyon-nagyon szép és nagyon magas minőségi ez a kiállítás. Emellett pedig nagyon jó visszajelzés volt az, hogy hiányolták, hogy pedig nem voltak messze már ha jól láttam a múzeumtól, hogy onnan el is találjanak, túl az, hogy persze nyilván megkérdeztek, meg úgy tudom, hogy talán a stáb segített is nekik. Úgyhogy igen, egy-két információs táblát érdemes kihelyezni. Nem is biztos, hogy csak a belvárosba, hanem például mondjuk a vasútállomásra. Ezek a digitális táblák már minden ilyenre lehetőséget adnak, és akkor egy útba igazabban ül ez a buszpályaudvarra, vagy azokba a gyűjtő parkolókba, ahol az emberek kiszállnak az autóból, és mondjuk nem fehérváriként megérkeznek a belvárosunkba, és jó, hogyha ha jó és pozitív élményeket kapnak, mert akkor vissza is térnek majd hozzánk ide a városunkba. Ugye mielőtt lejöttem ide a stúdióba, megnéztem, hogy azért hogy futnak a különböző hírekkel kapcsolatos kommentek. Az egyik az ugye a Kisbudai volt, de arra már válaszoltunk. A másik a beruházás ugye a jégcsarnok kapcsán, ott is számos komment volt, hogy most akkor ez kellett, nem kellett, hogyan kellett, miért kellett. A jégkorunk csapat teljesítménye azért azt gondolom, hogy egy választ is ad erre a kérdésre, de a másik ilyen érdekes történet volt a Palota városban, a Petőfi Parkban a játszótér kérdése, hogy ott készül egy játszótér, és ott lesz-e kerítés például, mert ugye többen úgy vélték a szülők közül, hogy nagyon közel van az útszakaszhoz. Igen, szeretnénk. Én pont ma reggel elmentem megnézni, egyébként nagyon szépen alakul a játszótér, és szerintem nagyon izgalmas játszóeszközök lesznek. Kicsit ilyen várat mutat be a játszótér, ami szerintem nyilván ahhoz a környezethez nagyon illik. Emellett pedig bízom benne, hogy rengeteg gyermeknek ad majd örömet, Fehérvárinak is, nem elfelejtve, hogy azért a környéken bevásárlóközpontok vannak, környéken van egy nagyon sűrűn lakott városrészünk, ugye a Palotaváros, a belváros sincsen messze, buszállomás is ott van, tehát az Alba Pláza is, hát szerintem annak lesz forgalma annak a játszótérnek. Sokan kérdezték is tőlünk, hogy lehetne még a belváros közelségében játszótér, hiszen nem nagyon van, azért ennél beljebb nagyon nehéz megfelelő helyet találni, úgyhogy örülök, ezt ki tudtuk alakítani, ezúton is köszönöm, hiszen ez egy
a Köfém 80-hoz kapcsolódó beruházást, egykori Köfémre emlékező mai Köfém utód vállalatok, mondjuk az Élen az Arkonikkal az, aki ezt a felajánlást tette, és így tudtuk ezt a beruházást megvalósítani. Pár hét múlva a Városgondnokság el is fog készülni a munkával. A kerítés is ennek a tartalma, úgyhogy szeretnénk azt is megvalósítani. Én bízom benne, hogy sokak örömét szolgálja ez a beruházás is. Talán annyit azért a multicsarnokhoz visszaugranék, hogy független attól, hogy időről időre újra előjönnek ezek a kérdések, és néha már látom, hogy más kommentelők meg már nem értik, hogy miért jön ez még így x év után is elő, de én ezt megértően kezelem, hiszen azért ez egy nagyon nagy beruházás. Nagyon nagy pénzről van szó, teljes egészében állami költségvetési forrásból valósul meg, de hát akkor is. Tehát én szerintem ez egy legitim vita, de én szeretnék mindenkit meggyőzni arról, hogy helyes döntés volt. Egyébként már az elődeinknek is, hiszen ők is szerették volna ilyen jellegű csarnokot, aztán mi ezt a munkát végvittük, és bízom benne, hogy be is fog fejeződni határidőben a beruházás. Látszott a fotókon, hogy nagyon jól halad, a fővállalkozó abszolút határidőt tartva készíti a beruházást. Nagyon-nagyon sok eleme van egy ekkora fejlesztésnek. Jégkorong csapat éppen bajnoki döntőt játszik ma este. Ha meg lenne ez a csarnok, akkor ma 6000 ember lenne. Jövőre Bajnokok Ligájába fog indulni. Én félek attól, hogy a fejvári jégcsarnokot a Nemzetközi Jégkorong Szövetség nem fogja alkalmasnak találni, hogy ilyen mérkőzéseket tartson. Magyarul Budapesten kell tartani a meccseket. Én azt ezt jövőre nézve elkerülném. Ez egy fehérvári csapat, Fehérvár tesz érte rengeteget, és bizony a szurkolótábor is joggal vágya el, hogy a hazai pályán játszon a csapat. Harmadrészt a magyar válogatottat tudjuk fogadni abban a városban, amelyik azért a magyar jégkorong fővárosa, de túlmutató jellege is van a sporton ennek a fejlesztésnek. Kulturális rendezvények, koncertek, végre nem kell érte elmenni Veszprémbe, nem kell érte elmenni Győrbe, nem kell érte elutazni Budapestre, hanem a Fehérvár és agglomerációban élők ezt Fehérváron egy 21. századi csarnokban fogják tudni megkapni az év 12 hónapjával és gyakorlatilag bármelyik nap tekintetében. Szerintem ez fontos előrelépés. Vásárokat fogunk tudni tartani, tudományos, kulturális programoknak lesz igazi közösségi tere, és az Alba ipari zónát összekötjük a Budai úttal, ami pedig napi szinten jelent majd sok-sok ezer embernek, sok-sok ezer embernek könnyebbséget, akár autóval, akár kerékpárral, akár autóbusszal közlekedik, hiszen egyébként onnan autóbusz is be fog menni majd az Alba ipari zónába. És a utolsó mondatom ehhez, hogy közösség. Ha közösséget szeretnénk építeni a városban, már pedig nekem ez a fő hitvallásom, ahhoz közösségi terek kellenek. Ott lehet a közösségi élményeket megélni, ez egy ilyen csarnok lesz, ma este pedig hajrá Volán. Még van 2 percünk a műsorból, ha már közösséget említett, meg buszközlekedést is említett, mi lesz az e-buszokkal itt Székesfehérváron, hiszen itt is volt egy örömteli hír. Érkeznek az e-buszok, ez talán a legjobb hír, 12 autóbusz fog érkezni, ezek szóló autóbuszok, és az is jó hír, hogy a Volán busz által kiírt közbeszerzési eljárást ezen 12 busz esetében az Icarus nyerte meg, tehát az Icarus gyárthatja és szállíthatja ezeket az autóbuszokat majd Székesfehérvárra, ami ez nagyon nagy öröm. Szerintem régóta várunk már arra, hogy újra Icarusban, itt Fehérváron gyártott Icarus jelű buszok közlekedjenek Fehérváron. Ráadásul ezek nem csak a közlekedést szolgálják, hanem a környezetvédelmi, klímavédelmi céljainkat is. Szeretnénk majd ezen az úton tovább menni. Ez egy több mint 2,2 milliárd forintos beruházás, amiből 1,7 milliárdot a kormány ad, és 500 millió forint az, amit most a Volán busz finanszíroz, és a következő években a város fogja az éves szolgáltatási díjban ezt megfizetni, de szerintem megéri közlekedési és környezetvédelmi célok tekintetében is. Hamarosan bejelentjük az új hálózat mellett az új menetrendet, augusztus 1-ével szeretnénk ezt bevezetni, és augusztus 1-ével az első elektromos buszok is be fognak állni a forgalomba, és az összes megérkezik az idei esztendőben. Ki kell emelnünk, hogy ez nem csak autóbuszokat jelent, hanem töltőknek a létesítését is, és az ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hajrá Fehérvár! Igen, ez mindenképpen. És legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk majd ebben a témában már, hogy itt a várost érintő fontos kérdések kapcsán, és az is lehet, hogy akkor már élőben telefonon szólhatnak hozzá a műsorunk a beszélgetéshez, erre most ígéretet kaptunk. Köszönöm, hogy itt voltak.